Az állami számvevőszék önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál is végez ellenőrzéseket. Most zárult le a Nyírségvíz ZRT, valamint a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Ellenőrzése is. Mindkét társaság esetében az ellenőrzött időszak 2011 és 14 közötti évekre terjed ki. A Nyírségvízzel kezdeném. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt, az árképzése megfelelő volt. A vagyonkezelésbe vette eszközök, tehát amivel a közfeladatot látta el, a pótlásáról, felújításáról, hála jó Istennek, azt kell mondjam, a terv szerinti értékcsökkenési meghaladó mértékben gondoskodott. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata mindkét esetben, tehát a Nyírségvíz ZRT-nél és a térségi hulladékgazdálkodási Kft-nél is szabályszerűen szervezte meg a közfeladatellátásokat, és szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosi jogokat is. A Nyírségvíz ZRT-nél egy hiányosságot tapasztaltak, annak megszüntetésére javaslatot fogalmazott meg az állami számvevőszék. A hulladékgazdálkodási cég többek között az előírt beszámolási és közzétételi kötelezettségét teljesített. Hiányosan. A beszámolóknak a kiegészítő mellékletei nem tartalmazták teljes körűen mindazokat, amelyeket jogszabályok előírnak, hogy egy-két példát mondjak, például 2011 és 14 között a kiegészítő mellékletekben nem szerepeltek a könyvvizsgálók által felszámított díjak, vagy a társaságban többségi befolyással rendelkező tag székhelye szavazati aránya. Ezek a hiányosságokhoz kapcsolódóan fogalmazott meg az állami számvevőszék a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Ügyvezetőjének három javaslatot. Ebben az esetben is a társaság vezetőjének a jelentés készhezvételétől számított 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie. Az állami számvevőszék jelenleg is ellenőriz térségünkben, többek között a Nyíregyházi állatparknál vizsgálódnak.